fúj a szél, csend van, oda is föl lehet menni, az egy kilátó, és onnan be lehet látni Salinast. Volt, hogy Kaliforniából. Hello mindenki, itt vagyunk a dzsungel közepén. Nagyon szépen köszönöm a szülnapi köszöntéseket. Volt, hogy a dél-amerikai esőerdőből. Most értem föl egy domb tetejére, 500 méter magasra, és elég könnyen ment, annyi történt, hogy leizzadtam, mint a gép. Vagy 55 fokos melegben Grúziából jelentkezett be Illés Adorján. A 40 éves baji világjáró, igaz, hogy már 3 éve visszatért különleges útjáról, de még mindig ugyanazzal a két kerekűvel közlekedik, amivel több 10 000 kilométert tett meg. Én szerintem már lelke van, Züminek hívják, mert amikor nagyon sokat mentem vele, és akkor gurul, akkor ilyen zümmögő hangot ad ki. Hát szerintem jelenleg közel 50 000 kilométer van már benne. Az utazásom során 46 000 kilométert tekertem 39 országban. A mai nap az nem a hosszú távú biciklizésről fog szólni, mert szuper szempuszi van. Jól alig bírom a biciklit, viszont jó a háttér. Már gyerekkorában is arra vágyott, hogy bejárja a világot. Az anyukám mesélte, hogy a 4 éves lehettem, és eltűntem otthonról. És keresgéltek mindenhol, nem találtak meg, és az egyik falubéli emberke vitt haza engem, ami 3 utcával arrébről, és akkor megkérdezték, hogy mit csinálok ott, akkor azt mondtam anyukámnak, hogy elindultam világgá. De aztán még egy alma is volt nálam. 7,5 évig egy telekommunikációs cégnél dolgozott mérnökként, mielőtt egy barátjával együtt kitalálták, hogy bejárják a világot biciklivel. Adorján mindenét eladta fővárosi albérletéből, és végkielégítését is az útjára szánta. Így 4 millió forintból gazdálkodhatott. Barátjával 1,5 év után külön váltak Kuala Lumpurnál, onnantól egyedül bringázott. Csupán a legszükségesebb dolgokat pakolt a bicikliére. Hátul volt 2 táska oldalt, ide fölakasztva, és itt a tetején volt egy. Ebben itt a bal hátsóban voltak a ruháim, ugye nem volt nem 10 cipő meg ilyesmi, hanem pont annyi, amennyi kellett. Ebben voltak a biciklis cuccok, pumpa, meg pótkerék, vagyis pótgumi. A tetején volt a sátram. Itt a bal első táska volt a konyha, abba tároltam, ami a kellett a konyhához, itt pedig a hálózsákom és a matracom volt. És még volt egy plusz egy táska is, azt úgy hívják, hogy kormánytáska, az így nagyon könnyen levehető, ebben tároltam az útlevelemet, a pénzemet és a bankkártyámat, és hogyha bementem boltba, akkor csak így a hónom alá kaptam. És... Ha a Tata melletti község főutcáján bringázik, akkor is sokan felismerik. Itton persze nem napi 100 kilométert teker, mint a különleges expedícióján. Pénzét szigorúan beosztva napi 1500 forintot költött. A 4 évig és 10 napig tartó úton többször extrém időjárási körülmények között hajtott. Az egyik legmelegebb Grúziában volt, emlékszem 55 vagy 56 Celsius fokot mutatott a kilométerórám. Hát ott majdnem lefordultam a bicikliről, ott meg kellett állni, emlékszem, valahogy egy ilyen méhészetnél kötöttünk egy kis falu szélén, és ott csináltak nekünk kávét, megittam, ezt el kellett még tenni egy 1,5 órának, hogy visszatérjek. Aztán a leghidegebb az Tadzsikisztánban volt, a Pamir-hegységben, ahol röpködtek a minuszok, meg ott bőven 4000 méter felett tekertünk. Nicaraguában a polgárháború kitörését is átélte, Ausztráliában akkora viharba keveredett, hogy beházott a sátra. Aludt rendőrségeken, tűzoltóságokon, buddhista kolostorokban. 5-ször lopták meg, de ezen kívül azt mondja, mindenhol kedves emberekkel találkozott. Japánban eltörött a csuklója, a műtétet viszont nem vállalta be, mert akkor 1,5 évig nem tudta volna folytatni útját. Megálltam egy helyen, és 3 hetet azzal töltöttem, hogy minden reggel meditáltam, imádkoztam, légzőgyakorlatokat csináltam, és elkezdtem írni, vezetni egy naplót, kézzel írt naplót, ahol saját magammal kezdtem el minél mélyebben és őszintébben kommunikálni, mert én abban hiszek, hogy minden, ami történik, az valami okkal történik, és hogy miért történt most ez. És egyébként arra jöttem rá, az egyik dolog az volt, hogy túlhajtottam magam, nagyon sokat mentem. 2 év során így alig álltam meg, csak néha 1-2 napra. És akkor így a pihenés után, meg a sok meditációnak, meg az imának köszönhetően meggyógyult a csuklóm 3 hét után. Amikor pénzszűkébe került, az útja közben készített fotóit árulta adományért cserébe, de ingyen ölelést is adott. Az ingyen ölelést is később fejlesztettem ki, mert azon dolgozok, hogy minél többet tudjak adni az embereknek, és hogy tudnék még többet adni, és még többet. És az
elején egyetlen egy táblával indultam, és nézd, van egy vásárlom. Útja során minden országban fákat ültetett, és az őszinte mosolyú embereket is lefényképezte. Ezekből a portrékból és visszaemlékezéseiből állt össze első könyve, most tervezi a másodikat. Körülbelül a harmadik évre jutottam el oda, így felfogásügyileg, hogy az utazásnak a fő lényege az utazás, úton lenni. És hogyha itt beleteszünk akarásokat, hogy ez kell, meg ez kell, meg ez kell, akkor nem tudjuk a teljes szabadságot megélni, és onnantól kezdve megengedtem magamnak, hogyha úgy érzem, hogy megállnék hosszabb időre is egy helyet felfedezni, akkor úgy teszek. Ecuadorban érezte azt majdnem 4 év elteltével, hogy telítődött az élményekkel. 2019 nyarán repült Madridba, és aztán onnan tekert haza. Azóta előadásokat és tréningeket tart. Ahogy fogalmaz, segít az embereknek megvalósítani az álmaikat. Jelenleg azt érzem, hogy még egy ideig Magyarországon szeretnék lenni, viszont már kezdem érezni, hogy lassan menni kell megint, mert az annyira, most itt beszélhetünk róla, mutathatok képeket, videókat, de amikor te ott vagy a világ túl végén egy szár biciklivel, és így szabad vagy reggeltől estig, az egy olyan élmény, amit érdemes megélni.